Köszöntelek benneteket a 2004-es Fideszes kerékpárverseny eredményhirdetésekor. Azzal kezdjük, amivel szoktuk, elmondom nektek, hogy kik támogatták ezt a versenyt. A fő támogatóink voltak a Misztott-falusi Nyomdaipari Kft., Bábolna Nagyközség Önkormányzata, Bábolna Város Önkormányzata, én le vagyok maradva, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Obóvó Kft., Pannon Takarék Szövetkezet és a Fidesz. Egyéb támogatók voltak a Vasértata, a Bábolna JT, Tempó Tools, Bábolnai Általános Iskola Tantestülete, Bábolnai Rendőrös és a Bábolnai Polgárőrség. Az egyes kategóriában győzött Suhajda Anda Bábolna. Második lett Bors Bianca Bábolna. Harmadik helyezett lett Fábián Dóra Bábolna. Második kategóriában a fiúknál. Első Gógen József Ács. Második Szíj Balázs Bábolna. Harmadik Csillag Marcell Bábolna. Harmadik kategória lányok. Első lett Závodszky Tina Ács. Második Dombi Kinga. Nagy Igmán. Harmadik Csóka Alexandra Ács. Negyedik kategória, harmadik, negyedikes fiúk. Első lett Kis Dávid Nagy Igmán. Második Lengyel Dániel Bábolna. Harmadik Kelemen Zoltán Ács. Ötödik korcsoportban első lett Farkas Tamara Nagy Igmán. Második Talabér Alexandra Nagy Igmán. Harmadik Hóza Adrien Nagy Igmán. Igmándiak mindent elvittek ebben a kategóriában. Ötödik hatodikos fiúk. Első lett Csiszár Csaba Nagy Igmán. Második Vince Ádám Nagy Igmán. Harmadik Mikle György szintén Igmán. Harmadik Kaszás Krisztina Ács.
Második, Tóth Ildikó Bábolna. És akkor a lányoknál a csúcs kategóriának a győztese, Molnár Ágnes Bábolna. 7-8-os fiúk, a leggyorsabbak. Harmadik, Borvendég Mátyás Ács. Második, második lett Szendrei András Nagyigmán. És első lett, ő az abszolút győztes, Hence Péter Kocs. Oké. No, akkor most következik, ami még nem volt. A elsőként a Pannon Takarék Szövetkezet felajánlásából egy kerékpárt sorsolunk ki, Cseh László önkormányzati képviselőről fogja átadni. Itt az első győztes, Csordás Péter. Kisbér. Egy kisbéri győztesünk van, azt hiszem ilyen még nem volt, Nagyigmándiak már sokszor nyertek, de kisbéri még soha nem nyert bából nem biciklit. Tapsoljuk meg nagyon! A következő a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-nek az ajándéka, akit Buza Balázs, Bábolna nyert meg. A következő az Obóvó Kft.-nek az ajándéka, amit Tóth Zita nyert. És az utolsó, amely a polgármesteri hivatal Bábolna ajándéka, Cseh László utolsó munkája ma, Rostonics Bence. Nagyon szépen köszönöm azoknak az